NB2 tizedik fordulójában Kozár Michelin Gyirmót 1-1 mérkőzés követően Csank János vezetőedzőnket kértük meg, hogy értékelje látottakat. Sajnos ez a meccs így tükrözte azt, hogy igazából nem vagyok jó paszba, hiszen a játék még úgy, ahogy megy, de szerencsénk igen kevés van. És jó, hát lehet a szerencse mindig oda pártol által, azt mondom, hogy jó, van a tudás, de most azért tényleg bal szerencsénk volt, a srácok, a játékosok teljes rövid alással játszottak. Ez a nagy meleg sütött jót, hirtelen nagy meleg, most szokatlan volt azért. Annak ellenére persze, hogy mind a két csapatot egyformán zavarta, olyan komoly intenzitású mérkőzés nem lehetett belőle, mint amit a két csapat a helyezés alapján elvárható lett volna, mert a játéktér állapota sem volt ideális, hát ez egy igen vékony pálya, hogy úgy mondjam, ami minőségi futballt azért elég nehéz csinálni. Ahol mind a két csapat azért brusztolt akart, első fél időben nem voltunk olyan jók, mint vártam. Az ellenfél igen agresszíven játszott, megpróbálta belőni megint a labdát. Különösebben nem volt probléma, de azért kicsit több labdabirtoklást vártam, de nehezen tudtunk alkalmazkodni ehhez a talajhoz, ami rendkívüli módon zavarta a csapatot többek között. A pontos felpasszolásban nagyon sok technikai hibát csinálték mind a két csapat, ami nem egyértelműen a játékosok hibája volt. Aztán azért megrúgtuk a gólt, amit kellett. Még az első fél időben alaphelyzetben volt egy komoly hiba, amit az Illés is elkövetett egy kicsit, hiszen a bemelegítésnél érezte a bokáját, de úgy gondolta, hogy tud játszani, és nem szólt. Hát sajnos le kellett cserélje még a fél idő előtt, és ez elvitt egy cserénket, ami hát ilyen szempontból hiba volt. A fél időben taktikai cserét csináltam, mert a középpályán véltem azt fölfedezni, hogy ott lehet keresni. Annyiból jó volt, hogy rögtön az erő segítségével egy kicsit a kitámadó Kozár Michelin jó voltából volt, vagy három helyzetünk a kapussal szemben, amit egyrészt talajhiba miatt hagytunk ki, másrészt meg túlfűtöttség, rosszul kezelte le, hosszan szöktetett. Tehát akkor kellett maradnunk volt egyértelműen. Még az első fél időben is volt egy nagy sólyom védés, amely megmentett őket a második gól elérését, minket a második gól elérésétől elzárt így a lehetőségétől. De a másik fél eleje az egyértelmű volt, ott visszaszereztük a labdákat az ő térfelükön. Tényleg legalább három, de kettő iszletes nagy helyzetünk volt, amikor a kapus szedte le a lábakról a labdát. Utána sajnos a Tóth ugye szokás szerint már cserét kért, ugyanakkor volt más problémánk is, de úgy éreztem, hogy meg lehet lépni a cserét, de rosszul éreztem, ilyen szempontból nagyon pipa vagyok, még ha várok 5 percet körülbelül, amit talán még kibírt volna a Tóth, vagy többet egy kicsivel, akkor másképp cserélek, de az nem volt bekalkulálva, hogy Gévait kék sárgázzák másodszorra is. Véleményem szerint nem volt, még csak szabadrúgása volt a faul. Kitélt jelenet, mert tisztán elrúgta a labdát, az más, hogy kemény volt kétség kívül. De sárgalapot semmiképpen nem ért véleményem szerint, persze, ez nyilván mint szubjektív vélemény. Úgyhogy bal szerencsére, meg a miénkre, és megint hosszú időre kizáródik majd a játékból. Úgyhogy ez nekünk annyi volt kellemetlen, hogy nyilván akkor nem a Lakit vittem volna be, ha érzem ezt a veszélyt, de valahol az is belejátszik, hogy volt egy-két olyan ember most, egy Tóth eleve ilyen szempontból, meg a Magasföldinek is volt a kihagyása, és most nem érezte annyit, tehát ő is egy kicsit elfutotta magát, tehát lehetett volna még cserélni mást is. Tehát ilyen szempontból viszont a kiállítás aztán tökéletesen már rosszul jött, nem tudtam belenyúlni már a csapatba. Annak ellenére még ha nem is tudtunk úgy passzolni, mint kellett volna, a csapat levédekezte úgy azt az időszakot, hogy gyakorlatilag kapura se lőttek, ilyen szögletekből veszélyeztettek, amiből érdekes volt
például a gól előtti szöglet sem volt az, mindenki eskül azt hallja, hogy tisztán a játékosról ment ki. De hát ez a bal szerencse, és ebből lett egy bejátszás, visszagolít, tehát középre passzolás és az erős lába között előtt labdát. Holzer nem látta, egy kicsit talán a szögfelezőn is nem jól állt, talán, nem tudom, azt meg kell nézni, de hát az már teljesen mindegy, bevágódott a jobb alsóval abba, és ezzel elszállt a győzelem lehetősége egy pillanatra, de csak egy pillanatra, mert utána volt a Lakinak egy kiugrása, amely 14 gyönyörű szerelés is eloldottak meg, illetve az orosz kapura vezette a félpárt a labdán, de sajnos a kifutó kapus fölött átlőtt, átemelt a kapun. Hát az volt a meccslabda, hiszen akkor ellen már egyenlíteni se tudtak volna, nem lett volna idő jóformán. Úgyhogy ezt a meccset azért mi buktuk el valahol véleményem szerint, mert megint csak egy gólt rúgtunk, és idegenben. Ami egy ilyen képességű csapatnak, aki ennyi tud, ennyi helyzetet, mert azért volt legalább 5 helyzetünk, abból egy gólt, és ebből ajtóablak volt 3 legalább, tehát ebből azért kell tudni rúgni 2 gólt. Úgyhogy megint elbuktunk 2 pontot, amelyet tudtunk volna ragadni jobban a Puskásra, de én bízom benne, hogy ez az erő, ami a csapatban látszódott, lelki erő, az majd lehetővé tesz, hogy most már úgy játszunk, de tényleg remélem, hogy a szerencse is egy kicsit mellé fog állni, mert most már ideje lenne forduljon. Akkor biztos vagyok benne, hogy ez az utolsó 5 meccs, ez sokkal jobban fog elsülni. De ez a meccs sajnos így elszállt, bár tényleg hősesen küzdöttek nehéz körülmények között. Egy bal szerencse volt, mert ez 88.-9. percben helyzet nélkül rúgnak egy gólt, ez azért ilyen szempontból mindig bal szerencse. Köszönjük szépen, Csönke, most hallottam. Mérkőzést követően a hazaiak szakvezetőjét, Márton Gábort kértük meg, hogy értékelje a váltottakat. Hát nehéz értékelni az ilyen mérkőzést, azt hiszem, mert akkor szoktam értékelni a csapatot, amikor azt játszom, amit szoktunk játszani, meg akarunk játszani, és akkor ki szoktam javítani hibákat, vagy kiemelem a jó dolgokat. Hát ma sajnos sok mindent nem tudtam kiemelni. Sajnos ma rengeteg rossz teljesítmény volt a csapatunkban. Abszolút nem azt játszottuk, amit szoktunk, meg amivel az eredményeket elérjük. Egyelőre az okát nem tudom, hogy esetleg nagyon tiszteltük az ellenfelét, tisztelték fiatal csapatról évén szó, vagy más jellegű problémák voltak, majd megbeszéljük hétfőn a sok szem közt az öltözőben. De hát úgy gondolom, hogy ez ilyen az elején is 3 esélyes mérkőzés, hogy meccs közben is így váltakozott a mérkőzés, hol mi vezetettünk volna, nyerhettünk volna, hol az ellenfél nyerhetett volna, főleg a második fél dolgot volt egy-két, rengeteget rontottunk hátul középpályán, amivel nagy helyzetei voltak a Gyirmódnak, amit megúsztunk. Aztán sikerült egyenlítenünk, utána még nekünk is volt egy lehetőségünk, amiből akár gólt szerezhettünk volna. De én úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen nem érdemeltünk győzelmet, mert nem játszottunk úgy, ahogy eddig. Tehát rengeteg volt a hiba, és abszolút más próbáltunk játszani, aminek nem tudom az okát. Annál nagyobb fegyvertény, hogy a feljutás versenyes Gyirmót ellen tudtatok egy pontot szerezni rossz játékkal. Ez mutatja a csapatod egységét, erejét. Igen, erről beszélgettünk most így már egy a meccs végén, hogy tényleg olyan katasztrofális teljesítmény nyújtott a két belső négyes, a két belső védő, meg a két belső középpálya, ami az egy kulcsfontosságú pozíció, ami a csapatban emellett is voltak gyengébb teljesítmények, és hogy ha egy kicsit mondjuk a 4-ből csak 2 játszik rosszul, vagy nagyon rosszul, hogy akkor mi lehetett volna ki belőle, hogy így is ki tudtunk harcolni egy pontot. Én ennek ellenére győzelmek után se, most meg főleg nem vagyok elégedett, mert én elsősorban mindig arra kérem a csapatot, hogy futballozzon, játsszon jól, és az a meggyőződésem, hogy ha mernek futballozni és megcsinálják azokat a dolgokat, amiket edzésen gyakorlunk, megbeszélünk, akkor hatékonyak vagyunk, szépen futballozunk, eredményesen futballozunk, mert úgy gondolom, hogy ha egy csapat jól játszik és tudatos dolgai vannak, akkor általában meg is nyeri a mérkőzést, tehát eredményes is, és akkor is becsúszhat egy-egy X, de én nagyon nem szeretem az X-eket, mert sokszor elmondtam mondjuk, hogy
ott valami nem stimmel, vagy nem jó támadunk, vagy nem jó védekezünk, tehát nem csináltunk semmit jobban, mint az ellenfél. Tény, hogy ha statisztikát nézzük, ugye a Dirmot óriási NB1-es múlttal tud, a játékos keretre gondolok, gólok számában is. Tehát a mi fiatal csapatunk, ugye itt két 30 év körüli játékos, vagy többi 23 alatt bőven, akkor azt mondom, hogy tényleg egy ilyen gyengébb játékkal is ki tudtunk harcolni egy döntetlent, ami mondjuk hazai pályán soha nem jó. Tehát most ennyire futottam. Ennek ellenére mi gratulálunk a egy ponthoz, és további sok sikert. Én is köszönöm, és én is sok sikert kívánok. Köszönöm.